Ez egy kérdezfelelek videó lesz, mert hogy tegnap nem raktam ki Instagramra, Insta Story-ba a szokásos hétvégi válaszokat a kérdéseitekre, szokásos 3 hete csinálom. Viszont most van egy kis időm, lesz majd egy meetingem déltől, úgyhogy az alatt már nem akarok belekezdeni semmilyen komolyabb dologba, úgyhogy foglalkozom egy kicsit a tanulmányaimmal. És egy kicsit ez arra emlékeztet, mint amikor régen terveztünk különböző kiállításokat, vagy kiállítási eszközöket még Lisszabonban, és nekiültünk délutánokon keresztül, meg estéken keresztül. Volt, hogy éjszakáig bennmaradtunk, aztán többen prototípusokat csináltunk kartonból, meg mindenféle bicikvacakból. Azonban nagyon-nagyon hasznos élmények tudnak lenni. Én nagyon élveztem ezeket. Hát most tök egyedül vagyok, úgyhogy nem ugyanaz a hangulat, de ez olyan munka, ami közben azért egy kicsit tudok figyelni és beszélni is, hogyha úgy adódik. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egyébként, hogy mi az, amit csinálok, azt többen tudjátok, hogy járok egy asztalos suliba, és kell készíteni oda majd egy vizsgaremeket, ami júliusban, vagy mikorra kell, hogy készen legyen. Viszont a tanárok már szerdán szeretnék látni, hogy nagyjából mik az elképzelések. Én múlt héten mutattam egy összecsukható kis asztalkát nekik, hogy valami ilyesmit szeretnék összehozni. Az nyilván megvan adva, hogy milyen technikai elemeket kötelezően kell tartalmazni a vizsgaremeknek, tehát azoknak benne kell lenni, nem állhatok elő csak úgy bármivel, viszont azt mondták, hogy legyünk kreatívak nyugodtan. Úgyhogy a múlt heti bemutatott asztalkámra azt mondták, hogy az oké, de azt hiszem, hogy egy kicsit emelem a tétet, nem is lennék én, és ha már azt mondtam, hogy ez olyan, mint amikor kiállítási tervekhez csinálunk prototípusokat, terveztem SketchUp-ban hétvégén egy ilyen tensegrity asztalkát, angol szakirodalomban tensegrity, ilyen paradox szerkezet, hogy látszólag olyan, mintha semmi nem tartaná. Ezek a pirosabb kötelek lennének, ott középen fel van függesztve egyetlen kis kötéldarabbal, és itt a négy sarkánál négy kötél feszül az alja és a teteje között, és ezek azok, amik kipányvázzák és stabilan tartják az asztalkát. Egyébként, ha már Lisszabon szóba jött, ott szerettem volna keresztül vinni egy ilyen kiállítást, eleve volt egy olyan helyünk, ahol lehetett mindenfélét barkácsolni, úgyhogy szerettem volna véghez vinni egy olyan kiállítást, ahol be tudnak jönni a gyerekek, és ilyen egyensúlyi helyzetekkel, meg ilyenekkel tudnak játszani, és ez egy tök jó ilyen kis barkács műhely foglalkozás lehetett volna, vagy önállóan lehetett volna használni. Hát nem lett belőle semmi, nem feltétlenül azért, mert rossz volt az ötlet, hanem azért, mert voltak más dolgaink is, amit szerettünk volna megcsinálni, és azok meg is valósultak, úgyhogy ez van. Viszont ilyenek ezek a prototípus készítő workshopok, például, hogy összeülünk, kipróbálunk valamit, megnézzünk különböző dolgokat, és ha működik, akkor jó, ha nem működik, nem jó, aztán közben számolunk, nézzük, hogy milyen anyagokat kell használni, stb. Akkoriban szórakoztam elég sokat ilyen szerkezetekkel, hát ilyen típusú asztalat nem csináltam, elméletileg működik, az elvét értem, viszont mielőtt nekiállnék fából megcsinálni az egészet, vagy egyáltalán összeszedni a bátorságot, hogy megmutassam a tanáromnak, hogy igen, én ilyet képzeltem el, előtte azért szeretném látni, hogy nagyjából hogy működik. Úgyhogy mivel most van egy kis időm, ezt fogom kivagdosni. Egy kicsit módosítanom kell, mert hogy a kartonból nem tudok megcsinálni mindent úgy, ahogy az fából lenne, de úgyis a működési elv a lényeg, és ahhoz ezek a módosítások teljesen jók lesznek. Na, viszont erről már túl sokat beszéltem, most úgyis ilyen unalmas vagdosás fog következni. Nézzük a kérdéseiteket. Jött egy pár kérdés, hát nem mondom, hogy mindegyikkel fogok foglalkozni, vagy meglátjuk, hogy mennyi fér bele, de elindulok szépen sorban, aztán meglátjuk. Máté kérdezi, van-e családod? Van, igen, bár én így hivatkozok rá, lehet, hogy Novák Katalin ezzel nem értene egyet. Nincsen gyerekem, a párommal nem élünk együtt, viszont az idő jelentős részében ott vagyok nála, ezt a lakást, ezt most már egyre inkább csak így irodának használom, aztán fel kell majd újítani az egészet, aztán lehet, hogy ide költözünk, vagy meglátjuk, hogy mi lesz majd a jövőben. Ő viszont nagyon nem influencer életmód kompatibilis, maradjunk ennyiben. Gondolatok a nagy egyesített agráregyetemről? Hát gondolataim vannak, nem biztos, hogy ezeket meg fogom osztani. Hát nézzük, ugye az agrárszektor az egyre nagyobb kihívásokkal küzd. Ha semmi más nem nézünk, csak azt, hogy van egy globális felmelegedés, klímaváltozás, ami egyre nagyobb kihívások elé állítja
az agrárszektort, illetve az élelmiszertermelést. Ehhez hozzáveszünk azt, hogy egyre több ember van a Földön. Oké, Magyarországon ez nem teljesen igaz, meg Európában azért az élelmiszerellátás biztonsága az kimagasló világszinten is. Viszont az, hogy ez így is maradjon, azt ezekkel a kihívásokkal együtt kell tudni teljesíteni. Ja, és ehhez még az is hozzátartozik, hogy egyre kevesebben foglalkoznak az agrár szektorral, az élelmiszertermeléssel. Magyarországon valami kimagaslóan nagy, vagy kicsi? Kicsi azoknak az aránya, akik 40 év alattiak és termesztéssel foglalkoznak. Az egész EU-ban botrányosan alacsony ez a szint, úgyhogy mindenki kétségbe van esve. És az a helyzet, hogy az agrár felsőoktatása elég erősen ráfér, közben dolgoznom is kéne, szóval az agrár felsőoktatásra elég alaposan ráférne egy nagy reform, ami igazodik ezekhez a kihívásokhoz. Hát szavak szintjén egész biztos, hogy ez jelenik meg a neve? Magyar vagy Nemzeti Agrár és Élettudományi Egyetem, azt hiszem ilyen néven fog futni. Ugye össze vannak több felsőoktatási intézményt, a Georgikont, a Szent István Egyetemet, korábban a Corvinusról a kertészeti kar, az élelmiszeripari kar, illetve a tájépítész kar is már bevonódott oda, a Gyöngyösi Fősuli kerül még oda, meg több ilyen tagintézmény, már nem nagyon vagyok teljesen képben azzal, hogy pontosan mi tartozik még be. Szóval a lényeg, hogy ezeket összevonják, ugye szavak szintjén az jelenik meg, hogy az összevonásokkal sokkal precízebben lehet tervezni, méretgazdaságosság, stb. Amiben van is valami, hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz, maradjunk ennyiben. Lehet, hogy el fogom hívni majd, vagy megpróbálom elhívni a rektort, hogy most egy megbízott rektora van ennek az egyetem komplexumnak. Ha lecseng egy kicsit az átállással kapcsolatos mindenféle bürokratikus meg sajtóvisszhang, akkor lehet, hogy meghívom majd a rektort a podcastbe, hogy beszélgessünk. Remélem, igen mond. Na nézzük. Ajánlod a két babar csatornát? A pénteki, ha jobban belegondolszon, ezzel a szikével nem lehet vágni. Egy rohadt vastag kartont próbálok átvágni, egy ilyen pici szikével, de nincsen más. Úgyhogy eltart egy ideig. Szóval a pénteki, ha jobban belegondolsz, kvízben valaki elkezdett trollkodni, elárasztotta teljesen ugyanazzal a szöveggel, hogy hívják ezt Raid, vagy Flood, vagy valami ilyesmi. Szóval elárasztotta a csatornát, a komment szekciót, úgyhogy nem nagyon tudtunk figyelni arra, hogy ti mit írtatok be. És ajánlott ezt a trash tartalmat szolgáltató csatornát, hogy mindenki menjen át oda. Megtettem néhány embert moderátornak, hogy próbáljanak megkezdeni valamit ezzel a helyzettel, hogy tudjam vezetni a műsort tovább Marcival. Hát ők is belebotlottak ebbe a hibába, hogy nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, mert hogy valami botról volt szó, ami folyamatosan újra regisztrált, vagy újra dobta be magát, vagy valami ilyesmi. Ehhez a részéhez abszolút nem értek, de kezdek gondolkodni azon, hogy lehet, hogy Twitch-re kellene átmenni, mert ott állítólag ez sokkal jobban lehet kezelni. Az már más kérdés, hogy ugye a Memo-val közösen csináljuk ezeket a játékokat, úgyhogy az együttes döntések azok kicsit lassítják a folyamatot, meg nem tudom, hogy mondjuk nézőket, hogy tudok ide-oda terelgetni, úgyhogy ez kihívás, de ezzel majd fogunk valamit kezdeni. No, következő kérdés. Vissza fog-e térni Dr. X? Ja, az én vagyok. Dr. X, igen. A Palóc videótékával, amikor csináltuk, ők csinálták, aztán meghívtak engem az egyik szerepre. Csinálták ezt a oltás ellenes szuperhős film paródiát, akkor én voltam benne a gyík lényével, hát az a Dr. X. Állj meg! Innen már nincs hová menekülnöd! Hát nem tudom, hogy vissza fog-e térni, a Palóc videótékát kell kérdezni, hogyha csinálnak ilyet, akkor én nagyon szívesen megyek, aztán játszom majd a folytatásban is.
kapcsolódik ide. Van preferált vakcinát, kérdezi Gábor, vagy olyan, amit inkább nem kérnél, minden jobb, mint a semmi? Igen, minden jobb, mint a semmi. Hát most az utóbbi napokban kezdenek felröppenni a hírek, amennyire hallom, nem nagyon olvasok hírportálokat. Szóval amennyire hallom, most a kínai vakcina ügye kezd előtérbe kerülni. Az a helyzet, hogy vakcinát valószínűleg a kínaiak, az oroszok és a nem tudom, vizigótok is tök jól elő tudnak állítani. A vizigótokban kicsit kételkedek. Szóval valószínűleg tök jó szakemberek dolgoznak ott is és csinálják a dolgokat. Nekem ami nem tetszik ezekkel a vakcinákkal kapcsolatban, az az, amit nagyon sok szakember is elmond, hogy nagyon nem jó, hogyha a jogi helyzet, sőt a politikai helyzetet a szakmai kérdések fölé helyezi az ember, és mondjuk az engedélyeztetési eljárást egy kicsit meggyorsítják. Ez lehet, hogy most itt nem egy hatalmas nagy probléma, mert ugye szükség van a vakcinákra, viszont ha kényünk, kedvünk szerint bármikor felül tudjuk írni ezeket a garanciális szabályokat, amik ugye azt garantálják, hogy megbízható, megfelelő teszteken és visszaellenőrizhető teszteken átesett gyógyszerek kerüljenek forgalomba, ami azért mégiscsak a mi biztonságunkat szolgálják. Szóval, hogyha ezeket mindenféle pillanatnyi politikai okokból az ember felülírja, akkor ennek később nagyon nagy böltje lehet. Én ennek ellenére bízom, akár a kínai vakcinában is, tehát hogyha nincsen más, akkor valószínűleg azt fogom beadatni. Nem tudom, hogy mennyire lehet majd választani. Igen, azt hallottam, hogy persze, lehet választani nyugodtan, feltéve, ha van, tehát a készlet erejéig választhatsz. Ha tényleg csak a kínai van, akkor azt is be fogom adatni. De azért jobban örülnék, ha mondjuk a Pfizer-ét kapnám. De nincs tényleg ilyen preferenciám, az oroszt is be fogom adatni, ha úgy adódik. Ja, ehhez egy történet. Jó, ezt lehet, hogy nem kéne elmondani. Mondta azt, hogy volt náluk egy kis para, amikor idősek otthonáról van szó. Au! Megszúrtam magam. Ne hadonászatok szikével. Szóval volt náluk egy kis para, hogy nem akarták felvenni az oltást, mert hallották, hogy a szomszédos kórházban valakit az oltás után újra kellett éleszteni, és hogy a mentők ott küzdöttek az életéért, aztán később kiderült, hogy nem erről volt szó, egyszerűen csak elájult, aztán egy kicsit fellocsolták, aztán minden rendben volt utána. Csak ugye más az, amikor az emberi, vagy a mindennapi szóhasználatban azt mondjuk, hogy újra kellett éleszteni, a mentők küzdöttek érte, tehát igen, ilyenekből vannak parák. Ha valahogy elérnénk, hogy az ember tudjon fotoszintetizálni, az alany tulajdonképpen mit érezne? Ez egy nagyon jó kérdés. Fú, ezen egy kicsit gondolkodtam, itt leállítottam a felvételt. Hát arra jutottam, hogy mivel... ez egy gondolatkísérlet. Szóval arra jutottam, hogy mivel most sem igazán érezzük az energiatermelő folyamatainkat, tehát ahogy ATP-t állítunk elő az elfogyasztott kajából, valószínűleg, hogyha fotoszintetizálnánk, akkor sem nagyon éreznénk ezt a folyamatot. Az elképzelhető, hogy sokkal érzékenyebbek lennénk arra, hogyha mondjuk nincsen fény, mert hogy létszükséglet, hogy fényhez hozzájussunk. Tehát az, hogy most lehúztam itt ezt a redőnyt, az azért, hogy ne legyen túl nagy ellenfény a kamerának, azt valószínűleg nehezebben tolerálnánk, sokkal rosszabbul éreznénk magunkat emiatt. Hát valószínűleg kulturálisan teljesen átalakulnánk, ugye? Az, hogy mit takarunk a testünkből, mennyi fényt engedünk magunknak, az nagyon-nagyon változna. Valószínűleg kirívóbb lenne, hogyha valaki ruhát visel, mintha nem. Aztán, hogy télen mit kezdenénk vele, hát azt nem tudom azokkal a helyzetekkel. Lehet, hogy ilyen kis fóliaruhákat vennénk magunkra. Ez persze egy csomó mindent átalakítana, tehát, hogy sokkal másabb módon állnánk ilyen prűt kérdésekhez, a szemérem kérdéséhez, meg ilyenekhez, úgyhogy fú, ez egy tök jó kérdés. Szóval önmagában azt nem éreznénk valószínűleg, hogy most épp fotoszintetizálok, de a mindenféle érzéseink, a testhez való viszonyunk, az egész kultúránk merőben átalakulna. Valószínűleg üvegházakban lakánk szerintem, nem tudom. Ez nagyon jó kérdés. Ezen fogok még gondolkodni. Ha van ötletetek, írjátok meg.
Hogy írnád le az, ugye ugyanúgy Medve írta, hogy írnád le az érzéseket, tulajdonképpen mik az érzések? Hát lehet, hogy ilyen nagyon filozófiai kérdésekben most nem fogok mélyen belemenni, mert akkor nagyon sokáig tartani ez a videó. Hát az érzések azok anyagfüggő dolgok, de az anyagtól teljesen elválasztva vannak. Nem tudom, ebbe most nem megyek bele. Ha meg tudjátok határozni pontosan, hogy mik az érzések, akkor azt is várom. Volt valamikor valamilyen vágyad, ami sosem valósult meg, viszont utólag úgy érzed jobb is így? Nem tudom, én nem nagyon szoktam azon gondolkodni. Nyilván volt olyan korszakom, amikor azon gondolkodtam, hogy mi lett volna, ha, meg bárcsak ez, meg ez megtörtént volna. Aztán hamar rájöttem, hogy ennek az égvilágon semmi értelme ilyeneken gondolkodni. Nem szoktam. Igen, vannak vágyaim, ha nem jön össze, akkor megyek tovább, aztán arra az útra koncentrálok, ami jön helyette. Semmi értelme a... Hogy is a kiömlött tej fölött sírni? Mi az? Majdnem belevágtam egy olyan vonalba, amiben nem kellett volna. Meg a kedvenc filmed és könyved? Ez jó kérdés, ez attól függ, hogy milyen hangulatomban és milyen témakörben kérdezed. Egyébként pont most volt Twitteren, ezt meg is keresem, pont most volt Twitteren egy olyan bejegyzés, amire reagáltam, hogy kedvenc vagy meghatározó könyveket kellett írni. Leírtam mindent a tweetbe, aztán utána rendezgettem a sorrendet, ahogy alakult. Az első helyre nekem Hesse-től került a Demián és a Siddhartha, ez két külön regény, viszont egy kötetben volt, egyszerre olvastam őket, 18 évesen, és nagyon-nagyon meghatározó volt, főleg a Demián. Az olyan szinten, hogy onnan párbeszédek a mai napig így eszembe jutnak, és következtetések, úgyhogy ezt első helyre raktam. Második helyre raktam Madástól az ember tragédiáját, azt millió meg egyszer olvastam. Tudom, hogy nem film, de színházban háromszor láttam, és a legutóbbi a Vidnyánszky féle rendezés volt az, amitől teljesen leesett az állam. Szuper jó volt. Nem hittem el, hogy ez az a Vidnyánszky a rendezője, akiről a hírekben lehet olvasni, hogy úristen, milyen színházat csinál, eszméletlenül jó volt. Úgyhogy nézzétek meg. Hát most ne nézzétek meg, mert valószínűleg nincsen, de majd egyszer, ha úgy adódik, nézzétek meg. Utána jött Salinger-től a Zaphegyező, a Catcher in the Rye. Azt hiszem, ez volt az egyik első regény, amit angolul olvastam, és hát egy kult műha, lehet így fogalmazni, úgyhogy ez nagyon tetszett. Utána Bulgakovtól írtam a Kutyaszívet. Aztán itt van még Orwelltől az 1984, mondanám, hogy nagyon aktuális. Ezzel párhuzamosan Huxleytól a Szép új világ. Ted Chiangról csináltam korábban egy videót, az élete története novellás kötetről, eszméletlen jó science fictionök vannak benne. Burgess-től írtam még be, nem tudom mi pontosan a magyar cím, illetve megnéztem, Gép narancs és mechanikus narancsként is van ez a Clockwork Orange. A film ebből nem tetszett, Kubrick csinálta meg a feldolgozását, ez nekem nagyon, nagyon nem jött be. Felírtam Kosztolányitól Nérú a véres költőt, ez szintén ilyen fiatalkori könyv, amit akkor olvastam. Akkoriban nekem ez nagyon meghatározó volt, meg Seneca nagyon tetszett. Illetve Fitzgeraldtól írtam fel különböző novellákat, a Benjamin Button az tök jó. Annak volt is egy filmes feldolgozása, az Brad Pitt játszott benne, azt hiszem, ez tök jó volt. Mi van, Lajka, mondjad? Volt olyan videód, vagy egyéb online tartalmad, ami sosem került a nyilvánosság elé? Igen, rengeteg. Hát részben olyanok, amikkel nem voltam megelégedve, úgyhogy megcsináltam, megvágtam, aztán azt mondtam, hogy jó, ez így elég gyengécské, úgyhogy nem rakom ki. Illetve az a legnagyobb problémám, hogy egy csomószor van az, hogy kizökkenek magából a folyamatból, és utána már nincs kedvem nekiállni. Mondjuk felveszem, aztán két hétig nem tudok vele foglalkozni, és akkor utána egyszerűen nem tudom rávenni magam, hogy megvágjam. Hát most azt hiszem, hogy 5 vagy 6 olyan videó van, amit meg kéne csinálnom, de nagyon nehezen állok neki. Ott vannak a nyersanyagok. Nagyon irigylem azokat, akik képesek arra, hogy 20 percet leülnek, vágnak egy kicsit, aztán újra visszatérnek. Én erre képtelen vagyok. Tehát, hogy nekem azt kell megcsinálnom, hogy leülök reggel 8-kor, és akkor lehet, hogy este 10-kor állok fel az asztaltól.
de nekem egyben kell megcsinálni, amikor elkap a lendület, aztán csinálom az egészet. Kumisz mennyi idős? 9 éves, egyre jobban látszik rajta a kor. Most úgy jár, mint egy ilyen billegő hokedli. A válla, meg a könyöke nincsen rendben, állatorvosnál voltunk, hát most kis porcerősítő kúrán van, nem mondom, hogy nagyon használ, tehát benne van a korban szegény, meg azért jó sokat mozgott, aktív kutya volt. Még nem temettem persze, csak benne van a pakliban. Üdv, mik a tervek idén a telken polenta nevelé? Ja, VSV telt, tehát hogy vegyem vagy neveljem a palentákat. Viszonylag kevés helyen van itthon, kezdem a palentás kérdéssel. Illetve az erkélyre nagyon-nagyon tűz a nap, itt neveltem tavaly a palentákat, kínszenvedés volt, úgyhogy most az idén annyira nem biztos, hogy elzárkózok attól, hogy vásároljam a palentákat. Nyilván, ha magról én nevelem őket, akkor az jóval olcsóbban jön ki. Olyanokat tudok nevelni, amit éppen szeretnék, nem biztos, hogy palentát azt kapok, vetőmaghoz sokkal könnyebb hozzájutni. Ami biztos, hogy lesz tervek között, majd erre visszatérünk, de ami tervek között van az idén, a ciszternát befejezni. A házat rendbe kellene rakni, mert hogy az állag az egyre inkább romlik, hogy nem nyúlok hozzá, ráadásul át is akarom alakítani egy picit, hogy kint tudjak majd lenni többet. Spárgát akarok mindenképpen, az sajnos egy olyan növény, ami több év, még az első adagot le tudod róla születelni a magvetés után. Hát tavaly azzal nagyon befűröttem, mert neveltem palántákat, nagyon szépen elkezdtek nőni, aztán pakolásznom kellett, és felraktam az egész szaporító tálcát a padláshoz a lépcsőfordulóba ideiglenesen, aztán jól ott is felejtettem egy másfél-két hónapra. Hát igen, előfordul az ilyesmi, úgyhogy most egy évet megint tolódik ez a projekt, de az idén már mindenképpen szeretnék, és most megpróbálom helyrevetni majd. Kaptam néhány tippet egy spárga termesztőtől, hogy próbáljam megcsinálni, úgyhogy azt mindenképpen fogom alkalmazni. Utolsó kérdés, ezek a Tensegrity mert hogy kiposztoltam Instagramra még az előkészületeit ennek, ezek a Tensegrity asztalok mégis hogyan nem esnek össze? Ez nekem sok gondoltam kinyomozod. Igen, tök jó, lusta vagyok utána nézni, nézd meg nekem, légy szíves. Fogok róla csinálni egy külön videót, jó? Semmit nem hallottam ezzel az egésszel. Ha készen leszek a prototípusra, azt fel fogom tölteni, és azon meg fogom mutatni, hogy hogy működnek, de a lényege az, hogy amerre elbillenne az asztal, az ellenkező irányból jól kifeszített madzagokkal, vagy láncokkal ellen tudunk neki tartani, és emiatt állnak nagyon stabilan ezek. Ha láttok olyanokat a neten, hogy megpróbálja az ember, aztán összeroskad, összecsuklik, megcsavarja, szétesik, nem voltak rendesen kifeszítve a kötelek, vagy túl nyúlékonyak voltak, általában ezek szoktak lenni a háttérben, úgyhogy ezért is készül a prototípus, hogy tesztelni tudjam. Jó, azt hiszem mostanra ennyi. Sziasztok!